Köszöntöm a Kultúrzug nézőit, és köszöntöm a stúdiónkban Katona Zsuzsát, aki filmrendező, producer, forgatókönyvíró, 20 éve ismerhettük a nevét a tévéből, a magyar tévéből, de hát Zuglóban is nagyon jól ismertük, hiszen filmklubot vezetett itt éveken át, hosszú-hosszú éveken még át. Most is. Még most is folytatódik? Persze, hogyne, igen, csak a pandémia miatt egy kicsit ugye abba maradt, de természetesen... Na, újra kezdődött? Ez, hát hogyne, ősztől persze, igen. Na, igen. És akkor ott milyen filmek kerültek? Hát mivel, hogy én dokumentumfilmrendező vagyok alapvetően, tehát ez a fő szakterületem, ezért különben 9-10 éve a Sipos Katival, aki a Cserepesház vezetője, arra gondoltunk, hogy én azt ajánlottam neki, hogy a kollégáimnak, tehát a kortárs magyar dokumentumfilmeket vetítsük be, hogy olyan kevés a lehetőség, ahol bemutatkozhatnak ezek a filmek, úgyhogy mi csak magyar kortárs dokumentumfilmeket vetítünk. És hát hallottam, hogy ugye nagyon népszerűek, mert van, amikor ismétlést kell szervezni. Ja, igen, volt olyan is, hál' Istennek. És akkor lehet, hogy bemutatásra kerül most a legújabb filmed is, hisz azért beszélgetünk most, hogy bemutassuk a Jónás könyve filmedet, illetve az ebből készült könyvet is, amit én el is hoztam, és a nézők is láthatnak, és érdekessége, hogy kinyitjuk, és már a harmadik oldalon találunk egy bárkódot, ami alapján ugye meg is nézhetjük rögtön a filmet, sőt, még azt hiszem a könyv végén is ugyanúgy. Igen. Úgyhogy ez ebből a formai szempontból is nagyon újító, és te például csináltál már ilyet? Igen, igen. Én 6 éve dolgozom egyébként a Hanvas Béla hagyatékkezelő non-profit Kft.-nél, és itt, amely Hanvas Béla életművét adja ki alapvetően, tehát van egy ilyen könyvkiadónk, itt találtuk ki ezt 2 éve, hogy legyen egy Medio Plus kiadványsorozat, amely nem hanvas könyveket ad ki, ám de annak a nívójához méltó könyveket, és idén ebben a sorozatban készül el a Babits Mihály Jónás könyve, The Book of Jonah, tehát 2 nyelven, magyar és angol nyelven, és ebbe készült ez a Ninive című kisfilm, de tavaly szintén kiadtunk már egy válogatáskötetet, Antológia Moderna címmel, amiben 11 darab kisfilm van. Tudnék, az egy pályázat volt fiatal filmeseknek, irodalmi és filozófiai szövegeket kellett megfilmesíteni, és az a kis 5 perces filmek, 11 darab, abban a kötetben már benne van. Ezeket valami... te zsűrizted? Hát én voltam a producer, igen. A producer? Igen, 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 meg a szerkesztője, de az fiatal filmrendezők csinálták, és volt, vagy hát van egy sorozatunk, Ezopusz meséiből, ebből megjelent az ég meséi, a víz meséi, és idén jelenik meg a föld meséi, ez 3 részben. Mind a 3 könyvet Szabó Nyulász Melinda grafikus tervezte, aki egyébként animációs filmrendező is, és mind a 3 kötetben volt, illetve lesz egy kis animációs kisfilm az Ezopusz mesékből. Úgyhogy ezt a műfajt, hogy így mondjam, hogy QR kódnak. Már művelitek igen, akkor 2 igen, éve. Igen, akkor igen. Nekem újdonság ez. És aki a telefonján le van töltve ez a QR kód olvasó, egyébként nem bonyolult, ingyenesen le lehet tölteni, az a telefonját a kis QR kód fölé helyezi, és a fotók, tehát a fotózás programot kiválasztja, és akkor megnyílik egy YouTube csatorna, ahol meg tudja nézni a filmet. Igen, úgyhogy ez igen. Már egy ilyen összművészeti produkció. Akkor én azt javaslom, ha már a filmről beszélgetünk, ugye a Jónás könyvéről, amiről mondjuk el, hogy ugye a behoztad a Jónás proféta könyvét is, tehát benne vannak benne van úgymond a Biblia egy része is, de akkor nézzünk bele a filmbe, nézzük meg, hogy indul. Thank you.
De tegyük hozzá, hogy ugye láttuk is, hogy a film címe az Ninive, de hát ugye a könyvvel ez összeköttetésben van, és a Babicsi művet ismerve, amit valamikor 1942 halála előtt írt, halála előtt írta, egy nagyon fájdalmas, nagyon szomorú az emberiség gyötrelmeiről, a bűnökről, az erkölcstelenségről szól. Szóval akkor mi lettem, miért találtad fontosnak most ezt a párhuzamot megvonni, és pont ezzel a könyvvel, egy nagy irodalmi hát, az igazság az, hogy azt gondolom, hogy soha nem aktuális, vagy soha nem kevésbé aktuális ez a mondani való, mint most. Ugye ebben a világjárvány helyzetben, a klímaváltozás közepén, amikor mindenhonnan a szenvedések és a problémák gyűrűznek be. Úgyhogy, meg amúgy is a remek művek mindig aktuálisak. Úgyhogy a Jónás könyve kiadását, azt nem pusztán én találtam ki, azt közösen találtuk ki, de az, hogy legyen benne egy kis film, az az én ötletem volt. És azért fogott ez meg, mert azt gondolom, hogy a Ninive cím, ami a filmnek a címe, pont azt jelképezi, hogy Ninive, a bűnös város, amiről Babics ír, az mi vagyunk, az emberiség, a világ. Tehát egy mai szemléletben ezzel lehet azonosulni, hogy egy felrázó, egy ilyen felkiáltó jeles produkciót próbáltam elkészíteni, ami arról szól, hogy itt az idő, hogy mindenki észrevegye, hogy hol élünk. Amit Babics majdnem 100 éve már megtett egyszer, de szerintem újra és újra mindig meg kell aktuális. Tenni, mindig aktuális. Igen, és ugye van egy nagyon fontos mondata ennek a szövegnek, amit ugye mindenki ismer, igen. Ez vétkesek közt cinkos, aki néma, és én nem akartam vétkes lenni, nem akartam cinkos lenni, azt gondoltam, hogy saját kicsi eszközeimmel én is megpróbálok hangot adni annak, hogy igenis oda kell figyelnünk a világra, magunkra, arra, hogy mit teszünk ezzel a bolygóval, mit teszünk önmagunkkal, hova jut a világ, hogyha nem fordul meg valamilyen szinten, hogyha nem fordítjuk meg mindenki a saját kicsi életébe, a saját házatáján, hogy így mondjam, de hogyha mindenki elsöpri a szemetet a saját udvara előtt, akkor, vagy udvarán, akkor tiszta lesz a világ, ugye? Ezt igen. Tudjuk. Nézzük meg ezt a tiszta világot és a kontrasztot, amit a filmben mutatsz. Nézzük meg a következő részletet. Az Úr készített Jónásnak egy hatalmas cetthalat, és elküldte tátott szájjal, hogy benyelné. Halat s vizet vederszám nyelve mellé, minek sodrán fejjel előre, hosszant Jónás simán s egészben úgy lecsusszant gyomrába, hogy fején egy árva haj nem görbült. És lakozék 3 nap, 3 éjjel a cethasában, hol éjfél a déllel egyforma volt, és könyörge ott Jónás az ő urának. Kiáltok te hozzád, hallj meg, Isten! A mélységből a magasság felé kiáltok, káromlok, könyörgök, a koporsulok torkából üvöltök, mert bedobtál engemet a sötétes tengered örvényébe vetettél be. És körülvett a vizek veszedelme, és fűtekeredett az én fejemre, és bő hullámaid átnyargaltak rajtam. És egyetemet fenekébe hultam, a világ alsó részeibe száván ki fentcsücsültem a koronáján. Én, aki Jónás voltam. Ki vagyok már? A helyszínről mesél nekünk, ha már itt láttuk itt a felvezető képekben. Ez egy nagyon különleges, de hát ugye helyi helyszín. Igen. Ha bár a filmben igen. Majd aztán látjuk, hogy máshova is kikukkantunk a világ igen. Számos pontjára. Szóval ahol felvettük ezt a kis filmet, ez Budapesten van egy elhagyott gyárépület területe, egy ilyen teljesen lepukkant millió. Szánszándékkal olyan helyet kerestem, ami pont ábrázolja azt, ahogy az emberiség a rossz értelembe vett ökológiai lábnyomát ott hagyja. Tehát sorsára hagy ilyen épületeket, és minden pusztul. Úgyhogy ebben a
És hol van ez a helyre? Ez a Népszigeten van. Uh-huh. Népszigeten van egy elhagyott gyárépület, ahova egyébként különböző szubkultúrák kiállnak, például a graffitisek rendszeresen odajárnak, és különféle tacepaókat rajzolnak a falra. Ez nekünk olyan, hogy mondjam, ez olyan szerencsés volt, mert majdnem, hogy megteremtették a mi díszletünket, mert független attól, hogy hát nem találkoztunk velük, de többször is kimentünk, és mikor forgatásra került a sor, akkor láttuk, hogy hát hiszen majdnem, mint hogy a nekünk festették hát volna. Hát igen, fel. A Cetholnak, ugye abszolút, a fogait is, igen. Szóval ez mondjuk adott volt, de nem csak mi forgattunk ott, szóval ez egy olyan hely, ahol elég sokan fotóznak, vagy filmeznek, pont azért, mert nagyon nagy kontrasztokat lehet elérni. Kontraszt, igen, azért itt is látszik, hogy nagyon szépek a kontrasztok, de a kontúrok is, a fekete-fehér, az árnyék és a világ, a fény képe, de leginkább a fehér, illetve inkább a filmnek a mondandójára is rímel ez nyilván, ez a fekete-fehér. Vannak benne szíves részek, de alapvetően dominál, ugye? Hát tulajdonképpen ez lehet, hogy az az érzés, hogy fekete-fehér, pedig nem, meg igen, nem, de a gondolatvilága az ugye elég sötét, hiszen hát nem egy vidám történet, amiről szól, arról szól ugye, hogy most már itt az idő, hogy felszólaljunk a világ összes mocska bűne és immorális tette ellen. Úgyhogy lehet, hogy ez az érzés, hogy fekete-fehér, igen, de csak az archív képek fekete-fehérek, a forgatott anyag az nem fekete-fehér. Igen, de akkor nézzük meg a következő részletet is. És eljött a negyed nap, és akkor az úr parancsolta halnak, ki Jónást a szárazra kivetette. És mondta az úr Jónásnak másodízben, kelj föl, és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Ninivéig, meg se állj, s miként eléd beírtam, prédikálj. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma térre, és az árusok közt, akik vadszakállát és rongyos ragadós ruháját kórusban nevették, kiáltott, mint az úr meghagyta, ekként. Hall az egek urának Istenének kemény szózatját, nagy Ninive! Térj meg! Vagy kék kövekkel ég föl ez a város, és föld alá süllyed! 40 napra mához! Így szólott Jónás, és szeme vérbe forgott. Kimarjult arcán verítéke csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek, vagy ettek, s Jónás elszelelt, búsan és riadtan az áporodott olaj s dinnye szakban. Ebben a jelenetben a dráma benne volt, a kelj fel és menj prédikálni ugye Ninivébe, és hát egy kiváló színész látunk, Kovács Lehelt. Hogy találtad őt meg, miért őt választottad, hogy alakult? Igen, ez is véletlenül alakult, mert eredetileg Szervét Tiborral akartuk az egész produkciót megcsinálni, mint egy ilyen belső monológként adta volna elő az egész művet. Az egész? És akkor igen. Végül is ő mesélő lett. Igen, ő lett, ő aztán végül a mesélő lett, de aztán a Tibor hosszas morfondírozás után nem vállalta, meg egészségi állapota se volt olyan a nyáron, tavaly nyáron. És akkor hát váratlan a helyzet volt, hogy ő ezt lemondta, és akkor nem tudtam, hogy most akkor ki legyen, és nem tudom, hogy ilyenkor hogyan van ez a dolog, és hogy miért, mert nagyon sok színészt ismerek, de egyszer csak így bevillant a Kovács Lehel képe, uh-huh. Hogy hát őt nagyon sok televíziós sorozatban lehet látni, egyébként a Katona József Színházban játszik főleg, remek színésznek tartom egyébként, és valahogy úgy bevillant a kép. Elmondom, megpróbálom, egy fiatal fiú, hogy mondjam, nekem azért az fontos volt, hogy az élete delén lévő
szereplő játsza Jónás. Tehát akinek, akiből még van, ahol még van kiút, tehát ne egy öreg ember. Igen, ugye, hát a korábbi ábrázolások Jónás prófétáról mindig ez az öreg aggastyán, aki ugye... Akkor végignézted ezeket előzőleg. Igen, igen. Szóval, hogy tehát bárhol grafikán, festményen, vagy bárhol látjuk mindenhol az öreg Jónás proféta, ugye ekkora nagy szakállal. Nem is tudom, hogy film volt róla, vagy ilyesmi. Én nem tudok. Tehát akkor ez az első. Hát lehet. Igen, de minden esetre ez fontos volt. A Lehel ugye annyi idős, mint az én idősebb fiam, szóval most lesz 40 éves, tehát egy ereje teljébe lévő ember. Na, a lényeg az, hogy ő elvállalta. És a forgatás hogy zajlott? És nagyon, nagyon klassz volt a forgatás, ő egy rendkívül fegyelmezett színész. Ezt azért mondom, mert amikor egy napba kell belesűríteni egy ilyen filmforgatását, ugye 33 vagy 35 jelenet van, és nagyon ki vagyunk szolgáltatva mind az időjárásnak, mind a... Egyszer nem kellett leállni a szövegtévesztés miatt. Tehát ő olyan profin szerepelt, és olyan profin átélte ezt az egész alakítást, hogy hát nagyon köszönöm neki innen is, mert nélküle azért ez nem jöhetett volna létre. És ha említetted, hogy profi, hát azért sok profi van ebben a könyvben is. Egyrészt ugye az angol fordító is, Tótfalusi István, ugye ilyen kétnyelvű a könyv, és hát a grafika is nagyon különleges, megpróbálok például ezt mutatnám. Igen, de hogyha megfordítod esetleg magát a borítót, az egy érdekes, hogy így, hogy kinyitva. Igen. Mert hogy akkor kiderül, hogy a borító az egy kép, csak az eleje hátulja. Uh-huh. És azért fekete az eleje, mert ugye alapvetően ez egy sötét vízió Babicstól, viszont az is nagyon fontos, hogy a Babicsi mű az az eredeti bibliai szöveggel szemben a végén egy feloldozást ad. Tehát a megbocsátást is hirdeti, és azt, hogyha, hát ezt ismerjük, ha egy ember van Ninivében, akkor Ninive megmenekül, tehát hogyha egy ember van, aki felszólal, aki szembeszáll ezzel a bűnös világgal, akkor megmenekül Ninive. Úgyhogy azért csinálta a grafikus is, hogy a vége egy kicsit kifehéredik a borítónak. Igen, a sötétből a fehérbe. Igen. Egyébként igen. Szabó Gyulász Melinda a grafikusunk, aki egy kitűnő animációs rendező és grafikus, úgyhogy ő készítette a grafikákat a könyvbe. Ha már egyéb könyvekről is van szó, illetve hát a filmedről, de hát a Weiss Manfred filmed is, ugye emlékszem, hogy volt egy terv, hogy az majd talán iskolai anyag is lesz. Mi lett ebből? Hát ez nem az én hatásköröm, hogy így mondjam. De hát ugye nagyon sokan érdemesnek találták. Rengeteg helyen vetítették, rengeteg helyen. Na, szóval azt gondolom, hogy 2017-ben készítettük, és éppen, hogyha már kérdezett, tegnap is kaptam egy telefont például, hogy egy fiatal rendező érdeklődött a film után, mert hogy valamilyen témában neki ez kellene, és hogy hol lehet megnézni. És nehéz megnézni? Nehéz hát megnézni? Most már azért, hát kiadtuk DVD-n, tehát könyvesboltokban itt-ott még esetleg kapható, de hát ugye 5 éve volt, tehát az igen, ma már borzasztó gyorsan pörög nekem az új filmek, az új produkciók. És ugye ennek az alapja a Szegedi Masszák Mariannak? Igen, az volt a hogy mondjam, kiváltó oka, mely én olvastam a Szegedi Masszák Mariannak a Csókolom a kezét című könyvét, és az annyira megfogott, hogy arra gondoltam, hogy hát ennek a családnak a története fantasztikusan izgalmas. Az egész magyar történelem, hogy mondjam, tehát az igen. első és második világháború közötti magyar történet benne van. Az ő szerepük meg hát meg egyáltalán, meg. Igen. Úgyhogy aztán ellentmondásos. Nagyon ellentmondásos, de mégis feltáratlan volt. És amikor a család elkezdett, mondja, akkor megjelent még Kornfeld Tamásnak is egy ilyen visszaemlékezése, aki a család másik ágának, vagy egy másik szereplőjének a története volt. Valahogy ezek a vallomások elindítottak. És nagyon sokat jelent, hogy a család, még élő tagjai, Corin Daisy, aki Corin Ferenc lánya, ő Ausztriában él, és Weiss Anni, aki ugye Weiss Jenő lánya, hát remélem, hogy még él, 5 évvel ezelőtt még élt, mert hát idős hölgyekről van szó. Hogyne, és nagyon mellénk álltunk. Is?
Mariannal is, de a Marian ugye egyrészt Amerikában él, másrészt nem beszél magyarul, tehát harmadrészt ő egy dédunoka, tehát hogy ő neki személyes nem emlékei annyira, nem voltak. De azért ő össze tudta ezeket válogatni. Igen. Hát ő is összegyűjtötte, tetszett neki a film, mert a Daisy-ke elküldte, de ugye a Daisy-nek meg Anninak hát személyes konkrét élményei voltak, hiszen a nagyapjukról meg az apjukról volt szó. Szóval tehát azt akarom mondani, a család nagyon mellém állt. Ez nekem óriási segítség volt, mert hogyha kap az ember egy bizalmat, akkor ugye könnyebben tud dolgozni. Katona Zsuzsa, sajnos az időnk lejárt, pedig lenne miről beszélgetni. Köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Én köszönöm szépen a meghívást.